Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! A város csapadékvízelvezető rendszerének újabb szakaszát építik a közeljövőben annak a projektnek köszönhetően, mely a következő hónapokban készül el a Somlay utca, Munkás utca közötti városrészen. A fejlesztéshez 100 millió forint támogatást nyert el Pápaváros önkormányzata a KDOP vonatkozó pályázati kiírásán, a beruházás teljes költségvetése közel 119 millió forint lesz. A projekt nyitó rendezvényét ma délelőtt tartották a Városházán. Az ivóvízrendszer és a szennyvízcsatorna rendszer 100%-ban kiépült már a városban. A csapadékvíz elvezetés rendszeréről azonban ez nem mondható el. Ám ez a projekt komoly előrelépést jelent, mondta köszöntőjében Ungár Tamás alpolgármester a projekt nyitón. Olyan projektről van szó, amely nagyságrendileg 40 hektár területnek a területét érinti, és hogyha lakosságszámban kell ezt kifejezni, akkor mintegy 12 ezer embernek a helyzetén segít. Közép-Dunántúl Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség erre a projekt megvalósítása 100 millió forintot bocsátott a város rendelkezésére. A projekt összköltsége 118 millió forint. A Somlay utca, Munkás utca közötti városrészen keletkező csapadékvíz jelenleg az Erkel utca alatt fekvő zárt vezetéken jut el a Bakonyérig. Ez azonban nem tudja biztosítani a keletkező vizek elvezetését. Ennek megoldására építik ki a mentesítő csapadékcsatornát, ismertette a részleteket Molnár István városfejlesztési osztályvezető. A rendszer mintegy 1880 méter hosszban épül ki. Ez a rendszer 80 cm átmérőjű zárt betoncsőből, illetőleg nyílt árokból épül, nagy része nyílt árok lesz, külterületen fog megépülni 1240 méter hosszban. A 640 méter hosszú zárt csatorna az Erkel utcától indul, itt megcsapolja most létező Erkel utcai gyűjtőt, illetőleg a Munkás utcáról lefolyó vizeket is csapadékvíz elvezetőkön keresztül bekötjük. A projekt nyitó rendezvényt követően a meghívottak megtekintették a beruházás helyszínét, melyen várhatóan jövő héten kezdődnek meg a kivitelezési munkák, ezek pedig szakaszos és részleges forgalomkorlátozással járnak majd a Munkás utcában. Az évelején meghatározott településrészi fejlesztési program részeként fogalmazták meg Borsosgyőrön az útburkolatjavítást. Az idei kátyúzási munkák keretében a feladatot elvégezték a főút melletti buszmegállóban és a Séd utcában. Az útburkolatot szedik fel felvételünkön. A tél során megrongálódott részeket távolítják el. Ezek helyére érkezik az új aszfaltanyag. A város több pontja érintett az útburkolati javításban. Jelen pillanatban a kivitelező itt dolgozik mögöttünk a Juhar utcában, voltunk már a Külső Veszprém úton, innét át fogunk vonulni a Mézes Kalács utca, Munkás utca fájlakó telepi területre, és ahogy a költségeink engedik, haladunk tovább a városba. A munkákat Borsosgyőrön kezdték el, itt a buszmegállónál és egyes mellékutcákban dolgoztak. Ezeknek a területeknek a javítása az év elején megfogalmazott településrészfejlesztési programban is szerepel. A városban az egyik internetszolgáltató cég is felszedte egyes helyeken a járdákat. A helyreállítás a kivitelező feladata, válaszolta a Pápavárosi Televízió kérdésére Bujics Lajos. Volt kéle a lakótelep területéről beszélünk, ahol szinte minden utcát és közteledet érintett a kábelfektetés. Aki azt végezte, annak a feladata a teljes helyreállítás. Önkormányzati költségvetésből idén 10 millió forintot fordítanak a kátyúk miatti útjavításra. Megújult Pápa Város honlapja. A pápa.hu internetes portálon az önkormányzat hírei és közérdekű információi szerepelnek. Az oldalt naponta körülbelül 450-en látogatják, tudtuk meg Ungár Tamás alpolgármestertől. Április 2-ától látogatható Pápa Város új honlapja az interneten. A változtatás fő célkitűzése a korszerűsítés, a modernizáció, illetve egy új struktúra bevezetése volt, mondta az alpolgármester. A régi honlaphoz képest tulajdonképpen 5 fő kategóriába soroltuk az információkat, amelyeket úgy gondolunk, hogy a városról meg kell jelentetni. Egy link kimondottan a pápaiak számára szól,
ez alatt a link alatt a polgármesteri hivatal, az önkormányzat működéséről, ügyfélfogadási időről különböző információkat, álláspályázat, vállalkozói pályázat, a projektekről részletes tájékoztatást lehet nyújtani, és nagyon sok minden mást is. Illetve van egy aktuális hírek események link, amit én javaslok is, hogy a pápaiak folyamatosan nézzék. Külön linkben találhatók a turizmussal, a kultúrával, illetve a sporttal és a gazdasággal kapcsolatos információk. Közérdekű információkat tartalmaz a Holmi elnevezésű link. Az egész honlapot szerettük volna nyilván egyfajta vonzó, vizuális honlapként megjeleníteni, ahogy mondtam, a modernkor elvárásainak megfelelően. Szerintem egészen színes és sikeredett ez a honlap, élvezhetővé vált sok képpel és sok grafikával. Ugyanakkor olyan funkciói is vannak, amelyek kimondottan segítik a mondjuk a programok iránt érdeklődőket, hiszen van külön programajánló link, illetve van egy esemény naptár is a kiemelt eseményekkel a pápaváros életében. A rendezvényszervezők erre az új honlapra is küldhetnek információkat. A hivatal@pápa.hu címen keresztül hívta fel a figyelmet Unger Tamás. Az eltelt 2 hónap alatt a honlapot közel 16 ezeren nézték meg, ez körülbelül 25 ezer oldallátogatást jelent, árulta el az alpolgármester. Az oldalnak most készül az angol és német nyelvű verziója, de lesz akadálymentes változata is. Középiskolás pedagógusok kezdeményezésére szerveződött az a drogprevenciós előadás, melynek ma délután a Türk Gimnázium adott otthont. A fő kérdés az volt, hogy a pedagógusok miről ismerhetik fel a kábítószerfogyasztó diákokat. A kérdés megválaszolásán túl a helyi és a megyei kábítószerhelyzetről is tájékoztatást kaptak az érdeklődő pedagógusok. Az előadáson 30 pedagógus vett részt a város középiskoláiból. Őket tájékoztatták a pápai rendőrkapitányság és a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a droghelyzetről. Sajnos a pápai rendőrkapitányság illetékességi területe elég fertőzött kábítószer szempontjából. Nem mondhatnám azt, hogy a környező nagyvárosoknál rosszabb a helyzet, viszont a probléma jelen van, és sajnos ezzel foglalkoznunk kell. Általánosságban véve elmondható, hogy a legfertőzöttebb a 16 és 25 év közötti generáció. Nem tartják veszélyesnek a kábítószert, elmondható, hogy a veszélyt nem ismerik föl, annak ellenére, hogy számos prevenciót tartunk. Rendkívül sok kábítószert fogyasztanak különböző szórakozó helyeken. Ezek közül a legjellemzőbbek a marihuána és származékai, a designer drogok, valamint az ecstasy és a speed. A pedagógusoknak nincs könnyű dolga a felismerésben, fejtette ki futtató Norbert rendőrőrnagy, a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Alapvetően csoportosítani lehet ezeket a jelenségeket, mondjuk tárgyi eszközökre, magatartásbeli változásokra, pszichés változásokra, és egyéb így a megjelenéssel kapcsolatos változásokra, de a pedagógusoknak azért van nehéz dolguk, mert egy serdőkorú gyermeknek a reakciói, a változásai, azok sok esetben egybeesnek azokkal a szimptomákkal, amiket most megpróbálunk velük ismertetni. Aki folyamatában látja egy fiatal mindennapjait, és azt észleli, hogy ebben éles törés következett be, és még az árulkodó jelek közül is felfedez néhányat, az gyaníthatja, hogy szerhasználat áll a változás mögött, fogalmazott az őrnagy. Amit a pedagógusok és szülők is jobban észrevetnek, a magatartásban hirtelen megváltozás, új barátok, esetleg egy agresszivitás, vagy éppen egy visszahúzódás, tanulmány eredmény jelentős romlása például, de ide tartozhat mondjuk olyan, hogy az órákon vagy az iskolából kimarad. A pszichés jelenség között meg mondjuk megemlítettünk valamilyen betegséget, mondjuk inszomnia, tehát álmatlanná válik, vagy depressziós lesz, amiket ugye nehéz felismerni, mert a hangulatváltozásokon mennek át a gyerekek, de hogyha ezt így egy kupacba látjuk, és eddig ez nem volt jellemző, akkor azért picit lehet gyanakodni rá. A szakemberek arra is kitértek, hogy a pedagógusoknak mit kell tenniük, ha egy diáknál drogfogyasztást gyanítanak, és arra is, hogy a rendőrség miként és ki kell lép fel kábítószerrel való visszaélés esetében. Holnap meleg nyári idő várható, az időjárás jelentés következik.
Pénteken tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként már a 30 Celsius fokot is meghaladhatja. Sok napsütés várható, csupán északnyugaton és északkeleten alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A délnyugati szél főként a déli és a keleti megyékben élénk, olykor erős lesz. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, legközelebb holnap találkozunk, viszontlátásra!